Cseh gazdája adja az utasításokat kutyájának, Zarának, akinek az a feladata, hogy a terület egyik részéből beterelje a nyájat a gazdához közeli legelőre. A magyarok mellett osztrák, lengyel, cseh, német, olasz, szlovén és szlovák pásztorok és kutyáik versenyeztek a fehérvári nyúldűlőben. Ez egy európai szintű terelőverseny, kifejezetten border collie számára. Ugye tavasszal rendeztünk már tradicionális stílusban versenyző kutyáknak, szintén Európa egyik legnagyobb terelőversenyét. Viszont a két stílus ez nagyon elkülönül egymástól, és a border collie teljesen külön szakágat képviselnek, és külön szakágban versenyeznek. És most így mi Európát láttuk vendégül egy ilyen versenyre, hiszen a mai feladatokhoz, ahhoz nagyon nagy birkanyáj szükséges, hiszen dupla kifutás is kell a kutyáknak, ami azt jelenti, hogy jóval több birkát kell megmozgatniuk, és emiatt szívesen jönnek olyan helyekre, ahol ez a birka létszám adott, és hál' Istennek mi ezt tudjuk számukra biztosítani. A kutyáknak nem csak vezényszavak alapján kell jól terelniük, sípjelekre is kell hallgatniuk, és sok esetben önálló, gyors döntéseket is hozniuk kell a nyájterelésekor.